1978-ban nyílt meg, 2005 óta pedig két tannyelvű intézményként működik a Szabadhegyi Iskola. Közel 20 éve gimnáziumi oktatás is zajlik itt, ráadásul a több célú intézményben sajátos, alternatív pedagógiai rendszeren alapszik az oktatás. Ehhez a programhoz egy sajátos tantárgyi rendszer kapcsolódik, amiben kiemelt szerepet kap a kommunikáció, nem csak magyar nyelven, hanem idegen nyelven is. Így aztán, aki hozzánk jelentkezik első osztályba, angol és német nyelvet választhat. A kommunikáció mellett, de az tulajdonképpen erősítendő, fontos hangsúly kap iskolánkban a művészeti nevelés is. Olyan tantárgyak jelennek meg, mint például a színjátszás, a bábozás, a furuljázás, a tánc. A táncnak két fajtája, egyrészt a modern tánc, mellette pedig a néptánc. A logikára és a mozgásra is nagy hangsúlyt fektetnek az intézményben. A közel 400 fő befogadására alkalmas színházteremben és a tükörteremben, tantárgyi keretekben és azon kívül is tartanak foglalkozásokat a gyerekeknek. Amikor még nem volt az úgynevezett mindennapos testnevelés, mi már körülbelül 20 éve akkor a testnevelés órák mellett megjelentettük kötelező jelleggel tantárgyi rendszerben a judót, az aerobikot, jelenleg is az iskola profiljába tartozik mindez, de természetesen azért a természettudományos tárgyak is itt vannak, a hagyományosok mellett megjelenik a logikai játékok, benne kiemelten a sakk. Ez az iskola nagyon tanulmányokban nagyon bő. Például itt van nekünk most a táncóra, az embertan, minden megtanítanunk nekünk ez az iskola, sőt, akár még az életre is felkészít minket. Két tannyelvű intézmény lévén itt a nyelvoktatás kiemelten fontos. Az itt tanulók már elsős koruktól tanulják a nyelveket, sőt, egyes tantárgyakat németül oktatnak számukra a pedagógusok. A cél az, hogy a gyerekek használható tudáshoz jussanak. Német nyelvből már első osztálytól kezdve heti 5 órája van a gyerekeknek. Ehhez kapcsolódik még néhány idegen nyelven oktatott tantárgy, mint a vizuális kultúra, az életvitel és az énekzene. Felső tagozatban hozzá kapcsolódik még az idegen nyelvi civilizáció, majd a földrajz és az informatika, valamint az európai projekt keretében iskolánkban kifejlesztett európai ismeretek nevű tantárgy. Rengetegféle tantárgyunk van, amit németül tanulunk. Tavaly és felső tagozatban bejöttek például civilizáció, európai ismeret, az éneket is németül tanuljuk, valamint a még alsóban a rajzot is németül tanultuk, és szerintem ez nagyon fontos, hogy ne csak így kimondottan a nyelvtant, vagy ilyesmiket tanuljunk meg németül, hanem így kicsit a való életben is belecsöppenjünk a német, és ugye a külföldi nyelvek világába. A gyerekek pedig nem csak németet, hanem angolt is tanulhatnak. Első osztályban választhatnak a két nyelv közül, hetedikben pedig automatikusan elkezdik tanulni a másodikat is. Az órakeretben történő munkát természetesen különböző kísérő programok teszik színesebbé, mind angol, mind német nyelvterületen. Nagy színpadi programjaink vannak, ősszel, Halloweenkor, Márton naptiszteletére, tavaszi fesztivál, tavasszal kirándulások az adott nyelvterületekre, illetve a nyári táborozások teszik vonzóvá a nyelvtanulást. Ha valaki például kint szeretne dolgozni külföldön, ott például nagyon nagy hasznára válhat ez. Elsőben például játékosan tanítják nekünk az angolt, és utána pedig osztályonként egyre nehezebb lesz. Az iskolának nagy erőssége a nyelvoktatás, de az itt tanuló gyerekek más területeken is szép eredményekkel büszkélkedhetnek. Emellé tenném a természettudományos tárgyakat is, nagyon szép eredményeink vannak, különösen a matematikához és a fizikához kapcsolódóan, nem csak városi, megyei, de országos szinten is. A sport, mint már említettem, ugyancsak hangsúlyos. Nálunk 3 évtizede biztos már, hogy a labdajátékokra helyeztük a hangsúlyt, sikeresek vagyunk kézilabdában, fociban, futsalban. Én is járok kézilabdára és imádom. Szerintem a világ egyik legjobb kézilabdaedzője van itt, Tibi bácsi. Hát igazából zongorát is lehet tanulni, meg rengeteg hangszert. A Szabadhegyibe több mint 700 tanuló jár.